Na, sziasztok mindenkinek! Szép jó reggelt kívánok! Szombat van, 8:30. Fina még alszik. Falkas most ébredezett. Gyere, Falki! Falka, gyere! Elébesz konyát, Falkas. Míg alszik a vízivel. Nézzük meg akkor. Tina, kelljél! Munka van! Tina! 11 óra van! Na, úgyhogy kell nézni, mert süt a nap. Tényleg 11 óra van? Igen! Megmondom én neked pont. Csíruljon meg! Miért ütögelt? Nekem biztos nem fogsz lekamerázni. Kelj föl! Ne! Most tényleg mit csinálsz? Mondom, 11 óra van. De várjál már! De tisztázzuk már. Nem! Kelljél! Vannak ház körüli munkák, itt nincs izé délig döglés, meg ilyen. Biztos, hogy van. Milyen délig dög? De várjál már! Na, szia Mézi! Nézd meg, a Mézi is fenn vannak. Szia életet! Akik fenn vannak. Igaz? Mert tud, milyen ügyes vagy. Igaz, mi már voltunk. Azt mondjuk amúgy, hogy 11 óra, tessék, most lett 9 óra. Na, akkor mit készel neked? Nem, mert videózol. Na, mit készítsek neked reggel is? Semmit. Kávé? Ja, de kávé az jó, nem? No, már mikor adtál amúgy is ágyba kávét? Jó, olyan csúnya vagyok, most még kamerázol, amikor felkelek? Az, aki szép, az reggel is szép. Majd most nagyon erival kerülök, olyan szép vagyok. Outfited? Mi? Outfited? Milyen outfited? Pizsi. Milyen falkas. Szólj már Farkinak, mert rá akar nézni. Csak nem bír. Nem nézel. Farkas, a napra lehet nézni, de anyádra nem. Rám ne nézzed. Nézd meg, hogy nézni akar. De most mit csinálsz amúgy? De most komolyan, Zoli. Semmi, csak ilyen... De ez most mi? Videó? Vagy mi? Mi készül? Nem, fénykép. Fényképeket. Biztos, hogy nem. Fényképeket csinálom. Menj kéne, mert nagyon váglak. Kész? De várjál! Kész? Nem, mert nem főzöl kávét. De mi az utá, hogy 11 óra van? Mikor? Akkor nem kész föl. Mikor csak? Nézd meg! 9 óra van. Na, de már olyan csúnya vagyok, Zoli. Kapsz egy kávét. Gyere, Farki, főzünk anyádnak kávét. Dura espresso legyen. Espresso? Az mi? Még dupla. Az dupla pénz. Megfizetek, vásárolj. Egy kávé 500. Az igen. Mivel kéred? Két cukorhab? Meg egy kis kompletta is. Habdott is, meg kompletta is? Na, gyerekek. Ja, tegnap kaptunk egy szőnyeget. Nézzétek meg mamiéktól. Ez
hogy ez tök szép ide. Így néz ki. Nézzéknek a nappali helyük. Ja. Úgyhogy dupla espresszó kell neki. Tényleg kell bele íze is? Hát de hogy lehet tudni annyi íze tejjel inni? Gyerekek, mert ez egy-két fel. No. Megnézzük, milyen idő van ki. Kicsit hűvöske van, de nagyon jó idő van. Ma állítólag nagyon jó idő lesz. Hát nem is baj, mert ugye ma tartsuk papának a szülinapját. Aztán hál' Istennek jó idő lesz. Parki, te fázni fogsz. Tessék! Mit csináljak? Ja, gondoltam, hogy beviszem. Hab, már nem sok van, venni kell. Ebből már nem is biztos, hogy... De szerencséd van. Meg elbújt. De azt hittem, hogy még keresél máshol is. Nem csak... Ja, majd lesz itt, hogy körbe keresem a házat, mi? Tudtam én, hogy itt vagy. De ilyen kócosan engem ne vegyél föl. Nem, mert... Sessi, nézd, milyen szép kávét csináltam neked. Ez dupla espresso. Hát. Tripla. Nézd meg, mit hoztál be a cipőddel, nézd meg! Az nem én voltam, az a Farki volt. Téged is? Ez benti papucs, úgyhogy... Úgy fekszek le minden este, hogy nincs semmi. De az benti papucs. Én nem is tudok behozni semmit fele. Hát ez a kinti, ez ott van. Úgy fekszek le, hogy rend van. Erre fel kellene katya. Cigi is kell mellé? Ezt már kidobom. Sajnos, tényleg ilyen korán kamerázol engemet, ilyen csúnyán. Tehát mi ez is te vagy, nem? Na, sülőgé forogjál. De amúgy azt hittem, hogy még keresel. De hát tudtam, hogy ott vagy. De honnan?
Na, mi lesz ma a menőkérelem? Majd tényleg ezt a leveles tésztát is meg kell csinálnom. Pácoltam be este húst. Igen. Ez ilyen mézes, mustáros húsika. Meg grillezünk amúgy máma, nem főzünk. Eszter, sütöttem magamnak jó császári salonnát. Császári salonnát? Aztán mi? Mennyit sütöttél? Nem is láttam maradékot. Mert megesem minden. Kérdeztem, hogy kell-e? Nem, csak kíváncsi voltam, meg nem voltam amúgy éhes. Egészet megettem, amit... Csak mondom, kívek, megnézem, van-e maradék. Amit meghagyta, egészet megettem. Nem mondod. Hát de. Hát ez volt egy 30 deka. Nem igaz. Dehogy nem. Nem ettem meg egészet. Akkor hol a maradék? Mutasd meg. A császári szellemnek? Igen. Ja. Oszta, meg is ettem volna, most mi történik? Én meg keresem a maradékot, az nincs sehol. Mert meg akartad enni, tudom. De, mert mindig amúgy én maradékommal lakik jó, mert az esik jó neki, amit én már összerágdostam. Hozzak egy cihit. Megyünk ki? Hát de vegyél fel valamit, mert úgy fázni fog. Hát, nekem nincs, de neked igen. Na, úgyhogy mi gyerekek, grill party lesz, papi szülinapja. Legalább már kipróbáljuk az a sütőt. Mert még, amíg mióta megvettük, ki se bontottuk. Jó. Mondtam én a részben, milyen csúnya vagyok. Hol? Mutasd. Aj, Zani, lerágtam két körömet. Na, szia műköre, mutasd. De miért? Ami nem tudom. Megint kezded a körömrágást. Jó, neked lesz csúnya. Jó, 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 jó. Sziasztok! Na! Jó van, kimegyünk a teraszra. Honnan jön? Na! Jaj, gyerekek, ez a fej nekem, hallod? Már rég láttatok. De úgy nekem is új, jön a hajam is. Na mindegy. Felhívom a fodrászt. Akkor mehetek én is. De jó idő van, jó ide süt a nap. Ja. Na gyerekek, tényleg ez megfizethetetlen. És hiába, hogy hűvös van, de olyan jól süt a nap, hogy simán itt egy alvás mehet. Tegnap itt feküdtem kint, olyan jól rám sütött a nap. Azért, hogy ide tényleg gyerekek, egész nap ide süt a nap. Ja. Erre az oldalra. A másik oldal az hűvösebb, de ez így fasza. Ez jó oldal. Ez a jobb oldal, mi? Uh-huh. Úgy fájgyamra, vagy éhes vagyok? Szerintem éhes vagy. Remélem, jól vagytok! Mikor keltél? Amúgy csak 9 óra, ne egyetek neki, hogy 11 óra van. Mindig ezt játssza. Minden hétvégén. Nem szabad sokáig aludni. Miért? Mert aki korán kell, aranyat lehet. Akkor amúgy is jönnek hozzánk. Átnézik a fűtésrendszert. Úgyhogy ők meg 10-re jönnek. Ú, gyerekek, remélem nem lesz itt zsír minden. Hát gondolom, itt sütünk itt, nem? Hát persze. Azon az asztalon, vagy hol? Uh-huh. Ja, de azt ide kéne húzni, mert ott van áram. Vagy majd hosszabbítóval. Papinak a szülinapja van, máma! Hát igazság szerint nem ma van, de jó, ma de tudjuk megtartani. Egyébként 10-én van neki hivatalos van a szülinapja. 63 éves gyerekek. Isten értesse papát sokáig. Nem nagy izét csinálunk, csak annyi, hogy grillezünk. Egy pár grillkorbász.
Tina csirke mellett pácolt. Este. Lesz egy pár... Ha valaki kérdezni, mi van azon a csirke mellen, az két csirke, az egy kiló kb. Több egy kicsivel. 4 kanál mustár, 3 kanál méz, só, bors. Ennyi. Meg kis olaj. Egy éjszakára beteszed a hűtőbe, másnap... Elvileg mami már süti a... Pogit. Sajtos pogit. Azt mondta, korán fölkel és süti. Nekem is a leveles tésztát. De szerintem az már ki is van. Anyám már biztos megcsinálta. Ez lehet. Úgyhogy ja. Ez van. Ma nagyon jó idő ez lesz. Van. Imád az ország. Minden sláger. Nem is utána. De látszik, hogy most keltem, dik az a fej. Ma mindegy, amúgy ilyenkor szóljál másnap, mert akkor szépen fekszek le. Nem igaz? Mit szoktál te sminkbe aludni, vagy valami? Mm. Nem szabad sminkbe aludni. Mennyi az idő már? Nincs itt a telefon. Jó a gyerekek? Te is öltöz fel, meg ilyenek, mert mindjárt itt vannak. Aztán, nem tudom, majd jövünk valamivel hozzátok. Mi ez, ennyi volt? Vegyem tovább. Hát, most ennek mi értelme van? Reggeli ébresztés. Ja? Simán csak. Sokan kérték. Igen? Ti kértétek? Igen. Nem csak most, de nagyon sokszor kérték, hogy csináljak egy ilyen reggeli ébresztős videót. Már rég láttatok aludva mi. Ja. Tényleg ebbe a házba lehet már bújócskázni. Hát itt lehet, igen. Na jó van gyerekek, vigyázzatok magatokra, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Egyetek, igyatok, menjetek a szabadba, nagyon jó idő van. Vagyis lesz. Hát olyan 25-6 fok is lesz tudom. Ma. Úgyhogy menjetek a szabadba kirándulni, ez az amaz. Ne otthon üljetek. Fürödjetek a medencébe. Ja. Nem igaz. Köszönjük szépen innen is a sok kívánság, a jó kívánságot. De fainak vagytok amúgy, az úráldása kíséri az életeteket, gyerekek. Így van, le a kalappal előttetek, csak a jóba, legyetek szerencsések. Igen. Úgyhogy puszi nektek. Puszi nyuszi. Jövünk. Sziasztok. Sziasztok.